Igen. Szevasz, Gino. Kérsz valamit? Igen, apu. Egy pillanat, enyém a 34-es. Ő is sorba áll, csak elment közben benzint venni. Ha most elmegyek és megbaszom a csajodat, és szombaton visszajövök, akkor első leszek? Ő következik. Na figyelj, buzikám, ma nem vagyok jó kedvemben. Én következem, úgyhogy hozd a süteményes dobozomat. Gino, mit adhatok? Ugyan, semmi gond, de kiszolgált ki. Nem fog itt parancsolgatni. Jó, akkor kérek két nápolyi cipót. Ha egyetlen morzsához is hozzányúlsz, azt is megbánod, hogy megszülettél. A faszomat! Na jó, sétálj egyet. A cipommal mi lesz? 10 perc múlva visszajössz. Mi a jó édesanyádat csinálsz? Nyomás. Na álljál fel, nem foglak bántani. Minek nézel? Minek nézel engem? Takonynak? Nem. Komolyan beszélek, mondd meg az igazat, nem fogok haragudni. Nem. Nem. Akkor mit cseszegetsz és miért beszélsz velem úgy, mint valami nyúlbélával? Én igazán sajnálom. Fogj egy süteményes dobozt. Mozgás! Úgy bizony. Rakd tele kanolival, kókuszgolyóval és Napóleon kockával. Mozgás! Úgy. Ide a dobozt. Gyerünk. Tessék. Úgy. Legközelebb, hogyha meglátsz, viselkedj tisztelettudóbban. Igenis. Jaj, te rohadék állat! Meglőtted a lábamat! Megesik az ilyen. Te geci állat!